Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a videó megjelenik február 29-én. Itt megemlíteném azt, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, asztrológiai előrejelzés és kedvezmények azok számára, akik megrendelik az ingyenes hírlapot. Ezen a napon, február 29-én az indiai asztrológia szerint a hold a Svati holtházban van. Ez egy fogalom a szanszkrit nyelvből, és Sva az jelenti a mi énünket, a fellépésünket, Ati pedig jelenti a mi lelkünket. Tehát az üzenet ettől a holtháztól, hogy legyen meg a magabiztos fellépés, de azért figyeljünk oda a lelki dolgokra, és itt gyakran szerelemről van szó, egy szép lelki kapcsolatról, mély érzelmekkel. Ezen a napon, február 29-én, Merkur bolygó egy jó kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, az szerencsét hoz. Tehát, ha itt vannak tárgyalások, szerződések, beszélgetések, itt kiderül az igazság, ez előnyös, ez szerencsét hoz, vagy lesz egy jó lehetőség, itt vannak a sanszok, a lehetőségek, ezeket most ki lehet használni. A nap közeledik egy kapcsolathoz, Jupiter bolygóhoz, és itt megvilágít valamit, kiderül az igazság. Lehet, hogy nem ezen a napon, de a következő napokban ez hatni fog. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő gondolata. Itt vannak problémák, nehézségek, ami felett ő töpreng. De itt az utak jelentik azt, hogy ő elkerüli most ezeket a dolgokat. Ez a hegy jelentheti a téli hónapokat is, hogy a téli hónapokban az egyik irányba haladt, de most lesznek változások, lesz egy új irány, egy új kezdet. Ez a hegy jelentheti azt is, hogy eddig megvolt nála ez a hideg-rideg tartás, de most változik a hangulata. Az is lehet, hogy útban van hozzád, és szeretne veled kiruccanni a hegyekbe. És most megnézzük az ő érzelmeit. Itt valami még átláthatatlan számára, tehát ő még kicsit bizonytalan, de itt is lesz egy új irány, új döntések, új kezdet, és kisüt a nap. Megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, az lehet egy találkozás is, hogy útban van hozzád, az utatok kereszteződik, látni akar téged, és itt volt a múltban a hideg-rideg tartás, de most jön a melegség. Mit fog tenni? Itt látható a gólya, és az jelenti a változásokat.
munkahelyi változás, lakhelyváltozás, vagy változik a hozzáállása, változik a hangulata. Itt lesz egy kellemes meglepetés, mert ez a virágcsokor útban van hozzád. Ez lehet egy ajándék, egy meghívás, de ez a virágcsokor jelenti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet is. Mi fűz össze benneteket? Ezt mutatja a magyar kártya, a rovás írás. Ezt a kártyacsomagot a férjem készítette. Itt van az U betű. Most elgondolkodhatsz azon, mit jelent számodra ez a betű. Ez lehet valakinek a neve. Nekem most Údó vagy Ulrike jut eszembe. Vagy lehet egy helység, egy ország, az U betű, nekem itt Ungárn jut eszembe, tehát Magyarország. Vagy lehet egy fogalom, és például ugyanis így van, vagy uborka, uborkasaláta. Hogy nektek mi jut eszetekbe az U betűről, írjátok le a kommentárba. A régi írásmód, itt van középen ez az úgy nevezett rovás írás, és ennek van egy szimbolikus jelentősége. Az egyik vonal őt, a másik pedig téged szimbolizál. De megvan a kötöttség, megvan a kapcsolat. Itt közeledtek egymáshoz, lesz egy találkozás. És miután ti találkoztatok itt középen, akkor együtt fogtok dönteni, hogy melyik úton jártok, milyen változások legyenek. A germánoknál vannak az úgynevezett rúnák, és ez a rúna tényleg ugyanolyan, mint ez a rovás írás itt, és jelenti a könnyűséget, a mozgást, a táncot, a vidámságot, a közeledést, hiszen ez a férfi megérinti ezt a hölgyet, és itt a lepke utal lelki dolgokra, ugyanúgy, mint a holtház sváti utal a mi énünkre, de utal a lelki dolgokra is. És a napi energia itt látható. Ez a hölgy már összepakolt mindent, tudja, hogy lesz egy utazás, lesznek változások. Ez lehet tényleg egy utazás tervezése, de ez az út, ez az utazás, ez kihat az élet útra is, hogy lesz egy új irány, vagy egy közeledés, már indultok erre az útra, hiszen itt már összecsomagoltatok. Ez a kép jelenti a levegő elemét is, a könnyűséget, a mozgást, a kommunikációt, a háttérben a víz, én ezt inkább a víz eleménél látom, ezt a kártyát. A víz eleme az jelenti az érzelmeket, vagy a lelki dolgokat. Itt lesz egy közös életút tervezése. Persze lehet egy nyaralás tervezése is, megvannak az érzelmek, meg lesz a mozgás, a könnyűség, a kommunikáció. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett, örülnék annak, ha lájkolnád a videót, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, ott most vannak meglepetések, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici néven találod meg. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!